Így néz ki a mobiltelefon kijelzőjén egy elektronikus vonatjegy. Szinte nincs olyan utas, aki ne hallott volna a már 2008-ban bevezetett és folyamatosan fejlődő szolgáltatásról. Csóka József Bükről érkezett, és egy vonatra várakozott a keszthelyi vasútállomáson. Természetesen, hogy hallottam róla, de én a korom miatt nem tudom igénybe venni, de már több barátomnak, ismerősömnek ajánlottam, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, hogy ilyen alkalom van, illetve ezt meg lehet lovagolni. Ha a Balatonra vagy a Velencei tóra interneten keresztül váltja meg a vonatjegyét, augusztus 27-éig 15%-kal olcsóbban utazhat bizonyos járatokon. Boros Szilvia a kisfiával Budapestről érkezett, és ő is használja az elektronikus jegyvásárlási rendszert. A 15%-os kedvezményről még nem hallottam, ezt öntől hallottam most először, de szerintem úgyis még jövünk vissza augusztus 27-éig, tehát igénybe fogjuk venni, most már tudom. Egyébként igénybe vettük anno az 50%-os kedvezményt, amit biztosítottam már. Most már, hogy elmúlt a gyermek 6 éves, most már 33%, de figyelni szoktam akár az akciós lehetőségeket, akár a kedvezményeket. A kedvezménnyel a MÁV Start nem titkoltan azt szeretné elérni, hogy az utasok egyrészt magasabb számban használják az elektronikus jegyvásárlási rendszert, másrészt a kevésbé kihasznált időszakokra próbálják terelni az utasforgalmat. A menetrendi keresőben kukacsal jelölt vonatokra érvényesek, online vásárolhatók meg, és ebben az esetben 15% kedvezményt biztosítanak. Ezeket a jegyeket bármilyen arra alkalmas eszközön, tehát laptop, tablet, okostelefon, lehet bemutatni a vonaton a jegyvizsgálónak, természetesen otthon ki is lehet nyomtatni, és így is fel lehet mutatni. Ezeknek a jegyeknek az az előnye, hogy elkerülhető a pénztári sorban állás, illetve a túlzsúfolt vonaton való utazás. Az E-Balaton és E-Velence jegyekből a bevezetés óta eltelt közel másfél hónap leforgása alatt több mint 12.500-at értékesítettek. Az elektronikus vonatjegyek egyre népszerűbbek az utasok körében, erőteljesen növekszik az eladások száma. A tavalyi növekedés 18%-os volt. Az idei év első felében az online jegyvásárlások száma 35%-kal több, mint 2016 hasonló időszakában.